Köszöntöm a nézőket, akik filmet nézünk, sok filmet, szerintem ezzel nem vagyok egyedül, sokan vagyunk ilyenek, azok mindig olvassuk a rendezőt, az operatőrt, a színészeket, és mindig látjuk, hogy ilyen producer, oda, olyan producer, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi a munkája egy producernek, ráadásul szerintem Amerikában egész más dolga van egy producernek, mint Magyarországon, de most itt van élő valójában Zákonyi S. Tamás, aki sikeres filmek producere, és akkor mindenről ki lehet őt kérdezni. Boldog. Ugye más a dolga egy amerikai producernek, mint egy magyarnak? Hát egy kicsit más, de azért kezd ez árnyalódni, most már itthon is azért egy picit más a helyzet. Nyilván a pénz összeszedése, vagy a finanszírozási háttérnek az összegrundulás az egy picit másként van. Ugye itt pályázunk, itt az állami pályázati rendszerben működünk. Én úgymond azt az iskolát jártam be, amiben a producer mindent csinál. Tehát felügyelni kell ugye az egész film elkészültét, de én például a Vajna mellett, az egyik egyebek mellett, amit megtanultam, azt, hogy a forgatókönyv nélkül nincs film. Tehát az az alapja mindennek. Tehát az, hogy a forgatókönyvet kívülről tudom, rajta vagyok a fejlesztésén, segítek a rendezőnek mindenben részt veszek, részt vállalok. És Amerikában például beleszólhat a vágásba. Hát te nem csak a vágásba, forgatókönyvírásba, vágásba, castingba, mindenben. Te is beleszólsz? Hát ez megállapodás kérdése. Nekem ugye volt néhány rendezővel dolgom, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam. Goda Krisztával imádtam dolgozni. A Goda Krisztával egy olyan, a barátságon túl egy olyan munka ez kapcsolat. Ez a szabadságszerelem. Szabadságszerelem, aztán később a Bujék. Olyan élvezet volt a Krisztával dolgozni, ezt elmondani nem tudom. Tehát ültünk együtt a monitor mellett, összenéztünk, oké, mentünk tovább. Volt úgy, hogy én jeleztem valamit, ami vagy nem tetszik, vagy javasoltam valamit, akkor meghallgatta, vagy úgy csinálta, vagy nem feltétlen, de legalább megbeszéltük. Tehát a Krisztával megnézzünk ebből a filmből egy részletet, és akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy ez hogy jött létre. Úgy tudom, hogy azért a Vajna nagyon szerette volna, hogy ez a film létrejöjjön. És így talán egy kicsit könnyebb volt. Igen. Nem biztos, hogy minden filmnél lesz ez a helyzet. Nézzük akkor egy részletet a Szabadság szerelem című filmből. Ez az a bizonyos szovjet-magyar mérkőzés. Így van. 56-ot írunk. Ez nagy közönségsiker volt. Nehéz volt ezt összehozni?
bár hozzátettem, hogy tudtam, hogy Vajnának ez fontos volt ez a film. Persze, persze. Az Andy évekkel korábban neki durálta magát. Nagyon régen elhatározta, hogy akar egy filmet csinálni mindenképpen valamikor 56-ról. Ugye ő 56-ban ment el Magyarországról, egyébként kisgyerekként, 12 évesen, és neki ez mindig egy nagyon fontos dolog volt, hogy valamilyen módon erről megemlékezzen. Ráadásul és a közönségfilmet akar csinálni. Hát persze, hát ez az Andy személyiségéből és a múltjából fakadt. Tehát évekkel korábban előjött azzal, hogy valamit kéne, és hát elkezdett dolgozni az ötleten. Én akkor még nem is olvastam belőle semmit. Joe Eszterház foglalkozott vele, a Gárdos Éva, szóval sok kezen át, kézen átment a könyv, míg nem, mi ugye a Spielberget csináltuk 2005-ben. Na, erről beszéljünk majd a Spielbergről. Szintén neki köszönhetek, igen. És a közben keresett meg az Andy, hogy átküldöm. De honnan tudta, hogy téged kell megkeresni? Spielberg miatt? Nem, ez úgy volt, hogy én az Andyt nagyon-nagyon régen megismertem, amikor ő még ugye új fiú volt a magyar piacon az Intercom révén, a forgalmazó cég révén. És ott volt néhány ismeretség. Mihály Gyuri Kálmán Andris, igen. És én nagyon sok rendezvényt, illetve ilyen videós anyagokat csináltam az Intercom számára kis cégként. És eként ismert meg az Andy, megcsináltam az Egerszegi filmet, ami ugye egy sportdokumentumfilm volt, és azt az Intercom forgalmazta. És akkor miután ez relatíve egy siker volt, ő erre felkapta a fejét, és ez nagyon megtetszett neki, és mondta, hogy ki ez az Ákonyi, ez jöjjön be, ha azzal akarok beszélni. Ez így. Ez jó, így hogy kezdődő. Nem is ismertétek. Nem. Futólag találkoztunk itt-ott, de azt se tudta, hogy én ki vagyok. És akkor így kezdtünk el tulajdonképpen kommunikálni, ki vagyok, mit csinálok. És a közvetlen kiváltó ok, amiért Spielberg ügyben én érdembe szóba jöttem, az az volt, hogy 2004-ben én kimentem Amerikába, és egy véletlen folytán kapcsolat... De mint turistaként? Vagy? Nem, a filmszakmai kiállításra ott szokott lenni egy Location Expo minden tavasszal, és arra én rendre kimentem. Elég jól beszélek angolul. És kimentem, és ott megismerkedtem egy amerikai tévés személyiséggel, aki kiderült, hogy a Jerry Bruckheimernek a tévés cégének a partnere. Fogalmam nem volt egyébként, hogy az. És beszélgettünk, és mondta, hogy itt lenne valami, beszélgessünk róla. Bementem az irodába, és kiderült, hogy egy óriási CBS-es reality tévésorozatot csinálnak, Amazing Race címmel, ami az egyik legnevesebb Amerikában, és komoly hagyománya lett annak révén a reality-nek Amerikában. És ezt ők csinálják. Mondtam, jó, leültem, mondták, hogy költségvetést kell de csinálni. Nem érezted úgy, mint az álmodnál? Fura volt, de annyira beszippantott az, hogy gyorsan helyszínötletek, gyorsan számoljunk, tehát hogy mindent azonnal csinálni kellett, szóval nem vacakoltak, hogy úgy nem volt időm gondolkodni ezen. Állandóan telefonáltam Pestre haza, hogy küldjenek anyagokat, segítsenek, és ott gyakorlatilag egy 10 napos kintartózkodás alatt eldőlt, hogy ezt mi fogjuk csinálni Magyarországon. Tehát magyarul a Jerry Bruckheimer TV műsorát behoztam Magyarországra. Na most akkoriban nem volt divat Magyarországra bármit behozni ilyen Vajna nélkül Amerikából. Nem. És ezt mikor megtudta az Andy, akkor így nézett, hogy ez ki ez? Hogy, tehát, hogy nem úgy, hogy merészel, de hogy tetszett meg, imponált valószínűleg. És Spielbergnek mi köze van ehhez? Hát annyi, hogy az, ahogy mondom, Andynek ez nagyon imponált, és amikor akkor elkezdtünk beszélgetni, onnantól már azért kapcsolatban voltunk rendszeresen, és 2004 végén jelezte nekem, hogy van egy barátja, aki szeretne itt forgatni valamit, az illetőt úgy hívják, hogy Dino De Laurentiis, ugye az Országúton producere. És elküldött egy forgatókönyvet, azon elkezdtünk dolgozni, helyszíneket kerestünk, stb., és ez nem jött össze. Ez végül is Prágába kötött ki, ugye akkor még nem voltak stúdiók Magyarországon. És ez ilyen január vége lehet, 2005 január, és akkor egyszer csak egyik késő este fölhívott telefon, hogy ne bánkodj amiatt, van itt egy másik. Ez a München? Ez a München, igen. Megadtam a nevedet és a számodat egy barátomnak, ez volt Kathleen Kennedy, aki most a Lucasfilm elnöke, és összes Spielberg film producere, és nem sokára hívni fog, segíts neki, mondjál mindenfélét, és a többit majd mondom. De mondom, miről van szó? És letett a telefon. Csöng a telefon. Kathleen Kennedy a Világok harca forgatásáról onnan úgy itt ült mellette a Spielberg, hogy így hívott fel a telefon, majdnem eldobtam egyik a telefon. Egyik kedvenc filmem a Világok harca. Igen. Igen. És meg hát én a Spielbergen nőttem föl, tehát meg én pontosan tudtam, hogy ki Kathy Kennedy, úgyhogy remegett kezem lábam, és hát kiderült, hogy ez kell, az kell, amaz kell, helyszínek, árak, jogszabályok, tehát hogy mind tájékozódott. Mert hogy egy részét itt akarja igen, forgatni. De még mindig nem tudtam, miről van szó. Tehát beszélgetünk valamiről, a világ egyik legnagyobb producerje, de nem tudok semmit. És akkor nagy nehezen kibökte, hogy egy film a Müncheni olimpián, ugye épp az imént erről beszélgetünk, a Müncheni ahol olimpián. Ahol én ott voltam. Igen, Müncheni olimpián történt
tragédia utóélete, ahogy ugye a Mossad lenyomozza és levadásza úgymond az elkövetőket, az értelmi szerzőket. És ennek a feldolgozás, ami egyébként egy magyar oknyomozó riporter könyve alapján készül. És hát ledöbbentem, hogy miről van szó. Egyrészt tetszett a téma, meg izgalmas volt. És így indult be ez a folyamat, és hát egyértelműen az Andy révén jutottunk ez a munkához. Sokat számított, gondolom, nemzetközileg is, nem, hogy te ebben a filmben dolgoztál. Egyet. Hát ez úgy szokták mondani, hogy ez föltett engem a térképre bizonyos értelemben. Erre gondoltam pontosan. Igen. Van egy újabb film részlet, amit megnézünk, az egy remake tulajdonképpen. Igen. A Bújék című film, az eredeti az olasz, hiszem, igen. És megengedik a különböző országokban, hogy újra forgassák. Jó pénzért. Na, gondoltam, hogy nem ingyérbe, igen. Hanem, és megengedik azt, hogy a helyi sajátosságokhoz alkalmazkodjatok. Igen. Ez hogy jött létre? Ez is Andy, ez érdekes dolog. Én akkor a filmintézetnél is ebben csak a mafia... zárójelben mondom, hogy emlékszem, hogy a filmszakma nagyon háborgott kezdetben Andy Vajna kinevezése miatt, és most ott tartunk, hogy sírva szeretnék őt visszahívni, és hogy még mindig ő legyen az, aki dönt a filmekről. Hát igen, egy kicsit utólag átértékelődik minden. Hozzáteszem, hogy én óva intettem ettől, mert mondtam, hogy ennek a vége, ez vagy tragédia, vagy ebbe belehalni lehet csak, hát sajnos igazam lett. De lényeg az, hogy az Andy, nem is tudom, hogy volt 2016-ban látta kint Milánóban ezt a filmet, egy barátja révén hozzájutott, hogy megnézhesse, és megvette a jogokat, ő, tehát az Intercom számára. De nem is nagyon tudott erről igazán senki, talán a Divinyérék, a Goda Krista, szóval néhányan tudtak róla. Én elmentem moziba, már moziba került Magyarországon a film, megnéztem egy késő esti előadást. Nagyon tetszett, tehát már azonnal a telefonomat kerestem, hogy hívom a Krisztát, hogy ezt meg kell szerezni, mert ez olyan nincs, hogy ezt ne csináljuk meg. És onnan a moziból fölhívtam a Goda Krisztát, aki, bocsánat, a kifejezőség kiröhögött, mert mondta, hogy hát az Andynél vannak a jogok, akkor hív fel a haverodat. És akkor mondtam, hogy de hát mindegy, hívom az Andyt, és akkor mondom, hogy hát ezzel én szeretnék foglalkozni. De akkor én ma filmigazgató voltam, tehát ez nem volt magától értetődő, hogy én egy fenékkel két lovat megülök. Úgyhogy ki kellett lépni a ma filmből, de az Andy... Ott hagytad az igazgatói ellen. Mint a cél. Egy film kedvéért ott hagytad az... Abszolút. Azt tudtam, hogy eljöttél, de hogy... Abszolút. Ez volt az indikó. Amire még azért nem volt teljes bizonyosság, hogy megcsinálod. Nem, de a Krisztával annyira fölhergeltük egymást, tehát tulajdonképpen egymást hergeltük bele ebbe az egészbe. Tehát ez nagy kockázat volt egy igazgatói széket ott hagyni. Bizonyos értelemben igen, bizonyos értelemben azért nem, mert hát azért előtte csináltam, tehát tudtam, hogy azért ezt meg tudom csinálni, csak. Kellett a lelkesedés, az indító erő megvolt, és akkor teljesen neki duráltuk magunkat, Divinyi Réka bekapcsolódott az átírásba, na ez megint a tanulság, hogy együtt dolgoztunk a könyvön, na, nekem hatalmas élmény volt, rengeteget tanultam együtt velük ebből az egészből, és aztán beindult a casting, ami egy külön élmény volt, mert ugye itt ezen a hét színészen múlik minden, egy asztal körül ülnek. És, igen, hát arról van szó, hogy egy társaság összejön egy estére, és mindenkinek ki kell tenni a mobilját. Igen. És bármi történik, ki kell hangosítani, tehát és ebből őrületes helyzetek állnak elő. Igen, konfliktusok. A magyar film, majd mindjárt megnézünk egy részletet belőle, az szerintem bonyolultabb volt, mint az olasz. Tehát azért itt a tragédia is benne van a magyar filmben, miközben vicces is, de nem a vicc a fő vonal. Igen, hát egy kicsit ilyen tragikomédia kategória. Az pontosan. Mi határozottan, ugye mi mindannyian nagyon szerettük az olaszt, és azt etalonnak tekintettük. Egy kicsit azért a szerződés is kötelezett, hogy azért mindenben nem lehetett eltérni, és nem lehetett akármilyen szinten eltérni. De hát nyilván azért a magyar... Más a foglalkozása, igen, a szereplőknek persze. Egy kicsit a magyar világra, hogy mondjam, szocializáltuk mondjuk hát, így a könyvet. Hát ahogy a terápia is. Így van, pontosan. Tehát a licenc megvan, és lehet alakítgatni. Annak a jogainak a beszerzésében is én közreműködtem, mint HBO a terápia egyébként az annak idején. Igen. Fantasztikus élmény volt nekem. Ahhoz is közön van némi. Na mindegy. És akkor a Krisztával és a Rékával azon voltunk, hogy ezt úgy átdolgozni, hogy ez a magyar néző számára fogyasztható, értelmezhető, kedves és szerethető legyen. És igen, hát ugye, hogy mondjam, komikus és furcsa szituációkkal van tele az egész, mert ugye
ez a helyzet, hogy belelátunk egymás telefonjába, óhatatlan olyan helyzeteket teremt, hogy nem biztos, hogy minden ránk tartozik a másikéból. De, és nem csak pikáns dolgok. Az ember azt hiszem, hogy egy ilyen filmet könnyű leforgatni, egy helyszín. A logisztikailag igen, egyébként, de aztán azért kiderült, hogy sok buktatója van ennek. Mondok egy érdekes példát, ugye egy vacsora közben zajlik a beszélgetés. Na most ugye egy vacsora elkezdődik, nem tudom, este 7-kor, véget ér 11-re, akárhány fogás van, és előbb-utóbb elfogy minden az asztalról. De ha egy filmet egy hónapon keresztül forgatsz darabokból, különböző kameraállásokból, igen, több mint 3 millió forintot költöttünk csak az ételekre, mert annyiszor kellett ismételni, ugye valaki beleharap egy sütibe, leteszi, cut, vége annak a jelenetnek, átállunk újra, akkor vissza kell tenni az újat, megint beleharap, szóval kapcsolódások vannak. Úgyhogy ezzel jól elbohockodtunk, de hát ez egy jó példa volt arra, hogy ez közönségsiker volt, ez nem? Ez elég, ez nagy, ez 275 ezer néző volt. Na nézzük meg belőle egy részletet. Azért ez mégiscsak szomorú, hogy egy SMS tönkretett a családot, nem? Valójában az a modell csaj tette tönkre. Jó, de a Lizi nem olvasja el azt az SMS-t, talán nem is jön rá, hogy Bálint megcsalja. Ja, szóval az egész az én hibám? A fenét, Bálinté. Hát hogy lehet ilyen idióta, hogy megtart egy gázos SMS-t? Az ember megkapja és kitörli, ennyi. Azért ez nem a sebészet. De miről beszélsz? Mármint régen így volt. Mielőtt megismertelek. Na jó, akkor igyunk Lizire. És az új életére. Lizire, elköségetekre. Isteni a muffin, ugye? Úgyhogy száraz a tésztája. Túlsütöttem. Köszönöm. Itt olvastam egy cikket, miszerint a válások durván 40%-ának valami köze van a telefonokhoz. Persze, mert a pasik jobban szeretik, mint a feleségüket. Kevesebb is velük a gond. Azért fogadjunk, hogyha megnéznénk egymásét, lennének meglepetések. Én azon lepődnék meg, a Gabi megmutatná az övét. Megmutatom. A te is a tiédet. Hát az baromi izgalmas tényleg. Csetelgethetsz az ügyfelekkel, beadványokról, meg szerződésekről. Ja, és van egy állati szexi SMS váltásom a gyerekorvossal. Fanni, beadnád a tiédet Mártnak? Persze. Még pinkódom sincs. Csak hogy én nem akarom, hogy ideadja. Bizalom is van a világon. Kristóf? Hát az enyémben van néhány pikáns fotó. Egyik betegem minden hónapban küld egy képet a melléről, hogy nem változott-e a bimbo udvara. Az. Maga 69 éves mondja nagyon is. Szóval itt mindenki egy szent. Senkinek sincsenek titkai. Én ezt nem mondtam. Jó, akkor dömény kívül senkinek. Túl öregek vagyunk már ahhoz, hogy normális titkaink legyenek. Azért ez elég szomorú. Akkor lássuk. Ezt hogy érted? Úgy, hogy mindenki kiteszi a telefonját az asztalra, és bármilyen hívást, SMS-t, e-mailt, chat üzenetet kap ma este, azt meg kell osztania. Most komolyan így akarsz szilveszterezni? Felőlem. Neked könnyű, Márta otthon fekszik lázasan, meg öregen. És neked miért nem könnyű? Ja, és de mi nem tudunk valami rendes piálós játékot játszani, nem? Mikor Kristóf azt mondja, Lizi, iszol. 20 perc múlva csatak részeget lesz. Egyet értek. Talán titkolsz valamit? Vagy miért nem akarsz játszani? Beszéljünk egy kicsit arról, hogy még egy filmrészlet van, ami ne, a legutolsó film. Hogy szeded össze a pénzt? Hát ugye amióta Andy bácsi létrehozta az egyablakos film finanszírozási rendszert, ez annyira nem bonyolult. Mert ugye egyablakos. Hát az, hogy egy helyen lehet filmre pályázni érdemben. Tehát nem nagyon van más B vagy C opció. Régebben volt, vagy működött, vagy nem, de volt. És Andy ezt teljesen megszüntette, és gyakorlatilag az a helyzet, hogy ha szeretnél filmet készíteni, akkor megvan a lehetőség, hogy beadj pályázatot a forgatókönyv fejlesztésre, illetve gyártásra, stb. És egy zsűri eldönt? Úgy hívják, döntőbizottság, ami gyakorlatilag mindig 5 tagból áll. Ezt egyébként a filmalapnak, filmintézetnek a szabályzata szabályozza, hogy milyen tagoknak kell részt venni benne. Tehát filmszakmai emberek jó részt, vagy szinte csak. És ők döntenek mindenről, a fejlesztésekről is, mindenfajta támogatásról. Úgyhogy igazából azóta ez annyira nem bonyolult, az már egy más kérdés. De máshonnan nem lehet támogatást kérni? Lehet, meg lehet próbálni, de erre szakosodott alapítvány vagy szervezet
tulajdonképpen nincs. De egy cég, egy világcég, vagy valami? Meg lehet próbálni, nem nagyon jellemző, hogy magyar filmbe befektetne, vagy nem? Valaki. Nem, mert ugye a mi nyelvi sajátosságunk miatt ugye itt az érdemi piaci siker vagy bevétel nagyon minimálisan tervezhető. Na jó, de hát a filmet másként is lehet támogatni, hogy bizonyos dolgokat adnak hozzá, igen, akkor egy kis reklámot kapnak érte. Igen, igen. Ezt erre van mód, és nem mondom, hogy nem fordult még elő, természetesen igen, de ennek azért nem nagyon alakult még ki a menete, ez igazság. Úgyhogy ilyen értelemben egyszerű dolga van a producernek, az már egy más kérdés, hogy jónak kell lennie a könyvnek, a koncepciónak össze kell állnia, mitől érdekes ez a film, hogy forgalmazom, milyen célcsoportot célzok meg vele, mit akarok vele elmondani. Egyszerre hány könyvvel foglalkozol? Megkeresnek, hát hogy... Megkeresnek, igen, igen. Hát egy ideje megkeresnek. Most is ez a helyzet. Ugye most fejezem be a filmemet, a vízilabda válogatottról egy dokumentumfilmet, egy egész estés dokumentumfilmet, ami egyébként egy szerelemprojekt. És hát közben nekem is vannak saját ötleteim, saját terveim. Régi nagy álmom, hogy csináljak egy filmet a vaslakókról, a híres nagy tudósainkról, a Nobel-díjasokról, illetve... Hát ez dokumentum. Hát Neumann, Teller, Wigner, Szilárd. Dokumentum vagy fikciós, ez még nem alakult ki, de ez egy régi álmom. De hát most tegnap is kaptam egy forgatókönyvet, úgyhogy folyamatosan jön. Amikor megkapod a forgatókönyvet, ahhoz képest mennyi idő múlva realizálódik? Tehát hát, amikor rábólintanak, az kb. Mennyi idő? Hát van, amikor évek. Hozzáteszem, hogy nem mindenből készül film. Tehát azért... Tehát van, amit visszaadnak, hogy ezt nem szeretnénk. Igen, velem is nem egyszer előfordult, hogy valamire megmondtam őszintén, hogy ne haragudj, de ez engem nem érdekel. Miközben hittél benne. Vagy nem hiszek benne pontosan, vagy nem gondolom, hogy ez ma érdekes az adott téma. Változó. Ugye ez a Buék, ez egy jó példa arra, hogy az ember bemegy a moziba, meglát valamit, puff, és akkor egyszer csak beindul a forgószél, és működik. Az Unoka egy másik példa volt, és gondolom nem bánat, ha átérünk rá. Egyrészt a Deák Kristófot nagyon régről ismertem, mert a Kristóf... A Deák Kristóf, aki már Oscar díjas a kisfilmjével. Hát de én még főiskolásként ismertem. Akkor még nem volt Oscar díj. Igen. Ő a Münchenbe, a Spielberg filmbe dolgozott először produkcióban, volt a Michael Caine háromszoros Oscar-díjas vágónak a Samesza, a Lótifutia, tehát egy ilyen PA volt gyakorlatilag. Utána vittem magammal a Szabadságszerelembe, és ott lett a Goda Krisztának a személyi asszisztense, majd később utómunk a koordinátor, tehát mi két nagy filmet végigcsináltunk, úgyhogy közel másfél évig dolgoztunk. De és miért gondoltad, hogy tehetséges? Akkor még nem gondoltam, hogy tehetséges, akkor azt gondoltam, hogy megszállott, és volt benne egy hihetetlen alázat a munka iránt, meg az egész ügy iránt. Aztán jött a mindenki, na hát abból már le lehetett mérni, hát hogy tehetséges, viszonylag könnyen. És én kedveltem a Palit, megmondom őszintén, egy olyan szerethető, aranyos mackó. Volt itt nálam vendég. Igen, igen. És aztán amikor sikerült a mindenki, akkor hát nyilván én is elájultam és gratuláltam, és klassz volt. És minden, hogy mondjam, vételkényszer nélkül, ugye úgy mondják, leültünk kétszer-háromszor egy kávézó, és mondtam, ide figyelj. Nézzük meg, ha van valami, amit találunk, ami működhet együtt, akkor próbáljuk meg. Miért nem? Hát ez nagyon a levegőben van, ez az unokázós csaló, erről szól ugye film. Igen, igen, és aztán úgy alakult ez ki, hogy ő nem mondott két vagy három ötletet, mindegyik valamiért érdekes volt, de egyik se volt az, hogy úgy nagyon megérintett van, és azt mondtam, hogy na ezt igen. Én is mondtam egyet, az meg neki nem tetszett annyira, és akkor mondta, hogy hát figyelj, van itt még egy valami, ez ilyen családi érintettségű dolog, hát elmondom, ha aztán érdekel, ha nem, nem. Bele megtörtént. És elmesélte a nagypapáját sztoriát, de úgy, hogy a Pali így elkezdett előre. Tehát látszott a testbeszédén, hogy elkezdte átélni, és hogy az érintettség lerít abból, ahogy mondta, ahogy piccelte. És elmondtam, hogy eddig miről beszélgettünk? Hát, hogyha ez téged ennyire felkavar, és ennyire, ez egy ennyire aktuális ilyen dolog, nem nagyon hallottam előtte ilyenekről, mondom, akkor miről beszélünk? Akkor tesztessék. Könnyű útja volt ennek a filmnek? Hát annyiban igen, hogy azonnal ráharaptak. Ugye az még az NDA-k idejében volt, és neki nagyon tetszett az ötlet. Az is, hogy a Kristófnak ez legyen az első játékfilmje, és az is, hogy ez a téma, mert ugye ez egy dráma, egy krimi dráma ötvözete. És hát ugye nyilván itt az volt a kérdés, hogy ezt a Kristóf meg tudja úgy írni, ahogy kell, mert ugye azért ő nem forgatókönyvíró eredendően.
De a feleségével, illetve egy-két külső segítsége, még Schulze Éva, ha ez mondva, az egyik legjobb dramaturg volt, igen, a Magyar Televízióban. Igen, Éva és Éva néni is segített egy kicsit. Szóval sokak segítségével állt össze az anyag, jó egy év alatt, talán több is volt, inkább másfél. Mondom a nézőknek, hogy a Netflixen látható. Igen, igen, még ott van. Nem fogják megbánni, ha megnézik, mert egyrészt a történet az szomorú. Fantasztikus színészi alakítások vannak. Hát igen. Jordán Tamást mondjuk külön kiemelem, igen. Mert ő elkép a nagypapa igen. szerepében. Igen, igen, igen. Aki már másodszor volt nagypapa, a Szabadságszerelemben is igen. nagypapa volt nekünk, úgyhogy már mondta a végén, hogy állom csak mitől vagy te ilyen filmek szállott? Én persze én? Tudom, hát családilag... Hát ez a gényeidben hordozod. Hát úgy nőttem föl, hogy a Pécsi Sándor meg a Molnár Tibor zsugázott otthon az apámmal, úgyhogy ez nem volt aki nehéz. Filmes volt. Igen, aki filmes volt, a nagybátyám film és televíziós alapító. Ezért van az S a nevedben. Igen, és ugye, az S pedig a nagybátyám révén, aki filmvágó volt a filmgyárban. Szabó Pista filmek, Zsózs filmek, Keleti Márton filmek. Én ezeken nőttem föl, úgyhogy innen van az érintettség. Mi a következő, amin dolgozol? Hát most ez egy érdekes dolog, ugye említettem, hogy... Hát a dokumentumfilmeket azt mondtam, most befejezem, de igen, a vízilabdás film az most fog kijönni, áprilisba kerül a mozikba, a Nemzet Aranyai címmel, de utána következő, ez egy érdekes dolog, Dino De Laurentiszt említettem az előbb, hogy Andy révén megismertem. Igen. Dino révén pedig megismertem a lányát, Rafaella De Laurentiszt, aki szintén nagyon jó nevű producer, akivel régóta próbálkozunk, hogy valamit összehozzunk, és most úgy tűnik, hogy lesz egy francia-magyar koprodukció, van erre egy tervünk, egy megtörtént történelmi esemény, egy dráma feldolgozása. A Louvre-ban van egy festmény, aminek az a neve angolul, hogy a Draft of the Medusa, tehát a igen. Medusa, hogy hívják ezt, utaja. Ez egy hajónak a katasztrófájáról szól, tulajdonképpen egy kicsit a Titanic előtti első ilyen jelentősebb hajókatasztrófa, amit megírtak és amiről tudunk, és ennek szeretnénk megcsinálni a film változatát egy francia-magyar koprodukcióban. Mi volt az utolsó film, amit láttál moziban? Nem ér csalni. Hát kedden megnéztem az új Spielberg filmet, a Fábelman családot, amitől én el vagyok ragadtatva. Szóval nekem amúgy is imádom. Én is el leszek, ha végre látom. Én nem tudtam, hogy már meg is vettük. Igen, igen. Itt van, hála Istennek, azt hiszem Mától játszák. De ez elég szomorú, hogy ennek nincs visszhangja, hogy itt az új Spielberg film most kapott Golden Globe. Igen, legjobb rendezés és legjobb dráma talán. De fantasztikus. Tehát a Spielbergnek a gyerekkoráról szerzett itt. Láttam a nyilatkozatát, hogy már régen meg kellett volna csinálni, igen. De nem volt ereje hozzá. Az érdekesség, hogy ennek is van magyar vonatkozása, hogy itt Pesten a München alatt kezdte el Toni Kusnerer írni a könyvet. Igen? Igen, igen, igen. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szerintem a nézők élvezték azt, hogy végre megtudták, hogy mi a dolga egy producernek. De mielőtt elköszönnénk, megmutatjuk az Unoka című filmnek egy részletét, és változatlanul ajánlom figyelmükbe, mert nagyon érdekes és izgalmas film. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra. Viszontlátásra. Ki kezdi? Adj ide! Gyere már, Pista, mindig te kezdel. Tudod, te hogy kezd? Na. Töltél a szaporát. Még hogy vén trocs vagyok. Szétlövöm a valagát. Csak találni kell. Ne jöjjön, Pista. Haszontalan vagyok. Kolonc vagyok. Nem, ne. Te vagy az. Keményen. Még hogy kolonc vagyok. Jó, jó van, nem jó vagy van. Kolonc, Pista. Gyertek, te is adjál. Hogy fogod azt a puskát? Hogy? Jó. Nincs jól a nagyapám. Nagy dolog volt neki ez az óra, azt ő is úgy örökölte. Már rég lepasszolták. Végig kellene járni az összes ócskást, bolhapiacot. Jártam már mindenhol, napok óta ezt csinálom. De mi van, ha még nem passzolták el? Őket kéne megtalálni. Na, ezt már szerinted, mi a terv? A nyomozó mondta, hogy minden ilyen banda feketén veszi valakitől a szimkártyákat. Szóval csak azt kéne kitalálni, hogy kitől. Te hány bűnözőt ismersz, fiam? Mert velem valamiért nem barátkoznak. Hogy erre csak. Ica! Ica, drága! Icukám, te palikát folyton cserélgeti a telefonszámát, igaz? Én nem ismerek semmilyen palikát. Ugyan, Icukát, palika. Déler.
Előtte nyugodtan beszélhetsz. A Kender az egyetlen, ami csillapítja az isjászat. Kender? Indiai. Cannabis marihuana, tudod? És teljesen természetes. Fájdalomban mégsem élhetek. Úgyhogy van egy emberem,